Ebben a videóban pedig nem a 403-as, hanem az Ice Cream 404-es szoftverét mutatnám be, amelyre a frissítés a napokban indult meg, ugyanis a Sony ezzel a szoftverrel is elkészült. Bővebben a frissítésről szövegbe írok, itt nem beszélek, nézzük, miben változott. Amit látjátok, a sebességgel itt sincs gond, beakadások nincsenek, akkor sem, hogyha tele van a fő oldal. Én aztán tényleg zsúfoltig rakom, tehát erre nem lehet panasz. Ugye azt már beszéltük, hogy mikben változott, elmondtam, szebb lett, átlátszó, értesítési sáv szintén átlátszó. Itt egyébként, hogyha vannak értesítések, akkor itt még egy kicsike X megjelenik, amivel egyszer az összeset törölhetjük, valamint törölhetjük az értesítéseket egyenként, mégpedig úgy, hogy így oldalra elcsúsztatjuk. Ezt nem lehet, mert ez futó folyamat, ugye? Nem pedig értesítés. Értesítéseket simán oldalra húzással törölhetjük. A menüben szintén nincsen laggolás, görgetés folyamatos. Amit láthatjátok, tele van telepítve, tehát erre sem lehet panasz. Akkor, ami például változott, bocsánat, Neohoz szoktam, az a kikapcsoló menü, innen kikerült a screenshot opció. Azt ugyanis már az Ice Cream-ben gyárilag is élhetjük, így a Sony nem killódott vele, mégpedig a hangerő le és a kikapcsoló gomb folyamat együttes lenyomásával. Így készül egy screenshot, és odafönt az értesítés a sávban meg is jelenik, így legalább meg is tudom mutatni, hogyan kell törölni. Tehát ennyi, így elcsúsztatjuk. Láthattátok, a kis X ott volt. Ami még talán a fő oldalhoz tartozik, az az áttekintő, pontosabban nem áttekintő mód, bocsánat, az maradt ugyanez, hanem a gyors nézet, bocsánat, home gombbal van a gyors nézet, az ugyanis nem ilyen kis ikonszerű, hanem most már ilyen ablakok jelennek meg, most csak ez az egy van, és a beállításokat nyitottam meg utoljára, később lesz több is. Ugye akkor vidgetek, power menüről szó volt, gyors nézetről is. A beállítások menüben ugye írtam, hogy mik változtak. Az előző videóban 403-nál bemutattam a Bluetooth-nál, hogy már lehet a láthatósági időt testre szabni. Ez ugye itt is megvan, megjelenítésnél betűméretet lehet állítani, azt szintén bemutattam. Amit mondjuk elfelejtettem bemutatni, az a tárolónál, mégpedig az, hogy az összes helyen kívül immár lebontja a program, hogy mi mennyit foglal. Látjátok például az SD kártyán mennyit az alkalmazások, a képek, videók, mennyit a hang, mennyit a letöltések és mennyi érhető még el. Tehát nem csak a szabad és foglalt helyet mutatja, hanem le is bontja. Ezt nekünk szépen. Ugyanígy az akkumulátor használatnál ugye szépen alkalmazásokra le van bontva, hogy ki mennyit fogyasztott. Ugyanígy az adathasználatnál szintén, ez egy borzasztó dolog, nagyon sokan hiányolták, hiszen ugye itt amellett, hogy az alkalmazásokat meg tudjuk nézni, hogy ki mennyit fogyaszt az akkumulátorból, és ki tudjuk szűrni a hibás alkalmazásokat, azt is meg tudjuk nézni, hogy melyik alkalmazás mennyi internetet fogyasztott, vagy melyik alkalmazás ment fel éppen az internetre. Beállíthatunk adatforgalmi korlátot, ehhez sem kell már külön program. Hanghívás beállításoknál ugye nem változott semmi, ugyanazok vannak, amik eddig. Pontosabban nem, bocsánat, amit a szövegben is írtam, van a hívás elutasítása üzenettel. Ez amikor bejövő hívás van, itt alul egy kis felhúzható sávban megjelenik, és ha rákoppintunk, akkor az előre beállított kis üzenetecskével elutasítjuk a hívást, ekkor aki hívott minket, egy üzenetet kap, például, hogy később hív, dolgozom, egyebek. Ezt mindenki testre szabhatja saját magának. Bluetooth-ról, betűméretről beszéltem. Ami még fontos, hogy az alkalmazások menüpont alól, például az ismeretlen források engedélyezése átkerült a biztonsághoz. Ez ugye arra szolgál, hogy ne csak marketről telepítessünk programokat, hanem például SD kártyáról vagy más alternatív internetes áruházakból, ugyanis ebből is van más szép számmal. Amint ugye mondtam, a fejlesztői lehetőségek is kibővült. Itt
Túl sok dolog nincsen. Pontosabban sokkal több dolog van, mint eddig, de a legtöbb dolog nekünk, ugyanis most nekem számít, de egy átlagos felhasználók nem. Talán egy van, ami számíthat, az a háttérfolyamat korlátozás. Ez nagyon jól jön azoknak, akiknek például kis internet csomagja van, ugyanis a háttérben nem futnak alkalmazások, ezáltal nem fog fogyasztani. Ezt állíthatjuk normál korlátozás, legfeljebb egy, legfeljebb 2, legfeljebb 3, legfeljebb 4, nincsenek háttérfolyamatok, vagy a normál korlátozásra is. Itt szabhatjuk testre az animációkat, immár ezeket nem csak kibekapcsolhatjuk, hanem a sebességüket is állíthatjuk. Kikapcsolhatjuk persze, ahogy eddig is, valamint állíthatjuk, hogy az animáció sebessége mekkora legyen. Bemutattam ugye a screenshotot is, próbálom itt összeszedni, amiket még nem mutattam be. Telefonkönyv változásait ugye bemutattam a 403-as videóban, hogy immár ugye a tárcsázó ilyen intelligens, tehát hogy ütjük, hogy 0630, hozza ki a 30-asokat. Egyébként itt a bevibrálás e-bug megszűnt, tehát a 403-ban ezt elhárították. És ugye, amint mondtam, most már külön csoportokat is létrehozhatunk. Nem csak a kedvenceink vannak, amelyeknek egyébként a nézete rácsosra változott. Ugye a megjelenítésnél szintén mondtam, hogy már rendezhetjük, pontosabban állíthatjuk, hogy milyen szempontunk szerint rendezze, vezetéka vagy utónév, ezt nagyon sokan hiányolták szintén, valamint immár külön fiókonként is tudjuk kezelni az alkalmazásokat, telefonban lévő Google-ről, Facebookról, vagy bármiről, Skype, Friendcaster, vagy bármi, ami telepítve van. Tulajdonképpen ennyi a telefonkönyvről, immár nagyon jó funkcionalitása van. A böngésző is kapott némi ráncfelvarrást, valamint a naptár is. Bár a naptár inkább nézetben, és azt hiszem beállításoknál is volt valami, vagy nem. Nem tudom, lehet, hogy ez nem változott tényleg csak külsőre. Igen, amit beszéltem, az még a böngésző. Ő külsőleg és beállításokban is változott, több beállítást érhetünk el. Itt most nekem nagyon lassú 32/32 kilobit per szekundumos neten van, tehát ne lepődjetek meg, hogyha itt pár dolog nagyon lassan tölt be. Ugye, amit itt láthatunk, az a kis ikonocska oldalt, a megnyitott oldalakat láthatjuk benne, amiből nekem itt most van egy pár. És ugye a beállítások menüt ugyanott érhetjük el, ahol eddig. Ott vannak az általános beállítások, kezdőlap, űrlap, adatvédelem, gyorsítótár, jelszavak megjegyzése és egyebek. Kisegítő lehetőségeknél betűméretet külön állíthatjuk a böngészőbe, inverz megjelenítés, speciálisnál, megnyitás háttérben, és szintén rengeteg dolog. Kezelhetjük a sávszélességet, beállíthatjuk, hogy a képeket betöltse, vagy ne. Kísérleti modulok, itt teljes képernyő, gyors vezérlők, amivel oldalcsúsztatással hívhatunk elő beállításokat. Ez mind nagyon jó dolog. Immár megmutatom újra akkor ezt a gyors nézetet. Tehát látjátok immár, hogy megnyitottam pár dolgot, sokkal több dolog látszik. Tehát a 404 sebességben, stabilitásban és RAM kezelésben is sokkal jobb lett a 403-nál.